Na, csak meglett a kínai itató, mondanom sem kell. Egy olyan dobozban volt, ruhák meg könyvek mellett, ahol végképp semmi keresni valója nem lett volna. És ugye erről beszéltem, figyelj, ezen még tömítés is van gyárilag, tehát nem kell hozzá vásárolni, mint a magyarhoz. Illetve igen, egy kicsit fekete a kezem a dió pucolás miatt. És amit mondtam, hogy egy mozdulattal szépen le lehet venni, és ki lehet takarítani egészen könnyen. Ráadásul ennek a nyelve tartalmaz ott a tövénél egy kis rugót, tehát ez nem szimplán csak lóg a levegőbe, úgymond, hanem a rugó segítségével vissza is tart egy picit, gondolom, a szelepnél. Tehát itt látható a méretbeli különbség is. Egyébként nekem a kicsi bőven elég, ugyanúgy használják szépen. Illetve az, hogy ez ugye vízszintesen megy be, nem függőlegesen, tehát a csövet el kell fordítanom. Úgyhogy, de látszik ebből is, hogy ezt csak fogkefével tudom egy kicsit takarítgatni, de így is azért, ugye akkor szoktak általában inni kaja után, vagy kaja környékén, és azért egy kis szemét belekerül, egy kis maradék, esetleg egy kis por, tehát sokkal egyszerűbb lesz ezt takarítani majd. Az itatót pedig, ahogy lecseréltem, úgy csináltam meg végül, hogy ezzel a műanyag pisztoly ragasztóval, vagy nem tudom mi ennek a neve, hogy még véletlenül se szivárogjon sehol, mindenhol körbekentem, meg ott a végét is körbeolvasztottam, és így akkor csöpögésmentes a történet. Van, aki nem bírja kivárni a sorát. Van, aki csak a földről. Biztos, ami biztos. Még elfelejtem mondani, hogy a kakas sem béna már, úgyhogy megúszta. Most már azért látszik, hogy sokkal aktívabb. Nem tudom, hogy mi történhetett annak idején úgy bele, de akkor eléggé sántított, úgy tűnt, hogy nem lesz ennek jó vége, de aztán összeszedte magát. Na, hát szeretnék mutatni nektek valamit. Itt egész lent, ugye, hol van itt az oszlop a kifizetett kötelekkel. Hát megvan az első áldozat. Íme. Egy cserejátékos kiesett. És ugye a háta van kikezdve, tehát biztos, hogy ragadozó madár volt, nem róka. Valahol itt kaphatta el. Egyébként abszolút az én hibám, mert most reggel valamikor 7 óra előtt már elmentem itthonról, aztán itt hagytam őket, és csak délután 3-4 óra felett éltem vissza, tehát gyakorlatilag egyedül voltak egész nap, ami azért egyáltalán nem szerencsés, és ilyet nem is szoktam csinálni, ugye? Maximum, ha egy órára elugrom, akkor esetleg van, hogy kimaradnak, de mondjuk akkor is történhet bármi. Akár egy 5 perc alatt is. Szóval mégiscsak a háló lesz majd a végleges megoldás. Csak ugye én azért kezdtem kötelekkel, mert a háló az azért nagyon csúnya, elrondítja úgymond a területet, de hát hogyha csak így lehet megóvni őket, akkor muszáj leszek. Tehát majd most akkor a kötelek megmaradnak, és akkor arra fogok rátenni egy hálót. Mivel közeledik most már a hideg idő,
éjszaka is egyre hűvösebbek lesznek, úgy gondoltam, hogy akkor az ablakot mármint, hogy zárhatóvá tegyem, azt megcsinálom. Úgyhogy az következik most, illetve ha jut rá idő, akkor ugye ezt is ideiglenesen raktam oda, hogy fogja a szelet, ne érje őket a húzat, mert mindig ott vannak ugye a tyúkol alatt. Úgy döntöttem, hogy felrakom. Hát ilyen lett. Két állítási lehetőség van. Ugye most van szűken nyitva, meg van még egy olyan lehetőség, hogy jobban ki tudom nyitni. És van még egy harmadik, hogy teljesen be tudom zárni annak a kis tolózárnak a segítségével, de rájöttem, hogy igazából arra úgyse lesz szükség, mert téli időszakban is ugye a szellőzés miatt mindenképp kell, hogy nyitva legyen. Így nem esik be az eső. Még az lehet egyébként, a másik oldal ugyanígy van megoldva, még az lehet egyébként, hogy itt mondjuk bezárom, hogyha innen fúj erősen a szél, és a másik oldal marad csak nyitva, mint szellőző. Mert lehet, hogy akkor így elég lesz nekik, hogy kereszthúzat még véletlenül se legyen téli hideg időben, de innen a védett helyről mondjuk, hogy tudjon beáramolni a friss levegő, illetve az elhasználódott levegő pedig ki. Közben a háló is felkerült a helyére. Ott a jobb alsó sarka az azért olyan, mert pont így adta ki a háló, ott úgy volt vágva, nem ők kezdték ki. Tehát nem csipkedik, nem szedik szét. Éppen csak kiadta, ott alól van egy kis ízök, de hát annyi levegőt kapjanak. Világítás. Ugye ez még nem került bemutatásra, ezt csak két csavarral rögzítettem. Ez sem egy szépségdíjas alkotás, ahogy a vezetékek itt futnak össze-vissza. Ugye ez a vezeték jön le a kapcsolóhoz. Mit talán látni is. És a kapcsolótól vissza a lámpához. És ugye a másik helyiségben szintén jön le a kapcsolóhoz. És akkor úgy a lámpához. Ezt így oldottam meg. Ez a vezeték, ami itt lóg. Ez megy ki a szivattyúhoz, ez még nincs fixálva, nincs rögzítve. Ezt úgy oldom majd meg, hogy itt lesz egy ilyen 12 voltos csatlakozó, ami vízhatlan, tehát egy gumiborítással rendelkezik, és ez majd normálisan el lesz hozva itt a sarokban. Tehát ez a világítás rész, ami még nem lett bemutatva, meg a rumli. Szokás szerint. Illetve van még itt egy kisebb projekt. Ugyanis most már egyre többen elkezdenek tojni, és van, hogy a műtojáson túl egy tojófészekben még két tojás van. És hát gondolom, hogy bízom benne legalábbis, hogy dolgozik bennük az ösztön, tehát nyilván azt próbálják egy kicsit óvják és féltik, tehát elméletileg nem volna szabad, hogy törjék, pláne itt a tojófészken belül. De azért, hogy biztosan menjek, gondoltam, rakok alulra padlószőnyeget, mint ahogy itt látszik. Egyrészt a tél közelettével ez hasznos is lesz, illetve bízom benne, hogy mondjuk a tojás nem fog tényleg megtörni. Eddig ilyen még nem történt, csak mondom, most már egyre többen tojnak, és van olyan, hogy etőfészket használnak. Annak ellenére, hogy még mindenkinek jutna egy-egy. Rakom a szőnyeget, csak az lesz itt a kérdés, hogy majd a szőnyeget mennyire fogják kicsipkedni vagy kikaparni. Hát mindegy, majd kiderül. Nem rögzítem természetesen, csak így lerakom, hogy bármikor könnyen ki lehessen szedni. Akár cserélni, akár takarítani. Ez egy kicsit passzos is lett. Mert itt látszik egyébként, hogy ami szalmát bent hagynak, az inkább ilyen apróbb, puhább, finomabb, nem a nagyon szálas. Azokat esetleg én is, ami van benne, azt kidobálom, vagy úgy próbálom megigazítani. És úgy, hogy a tojás, a műtojás, az hátra kerüljön. Illetve van itt még ugye a bejárati kapu.
ami ugyanúgy működik, ahogy működött a legelejétől fogva. Hát ugye ezt most nem emlékszem pontosan, valamikor tavasszal, talán áprilisban helyeztem el. Azóta ez minden gond nélkül működik. Hogyha valaki nem tudja pontosan, hogy miért és hogyan került ez ide, az megtekintheti itt valahol, egy korábbi epizódban. Egyébként a beton az nem csak ennyi, amit itt láttok, ez itt egy körbe zsaluzott rész, pont azért, mert itt ejt a terület, hogy ne folyjon le a beton, ezt azért csináltam így, de alatta egyébként még nagy területen ott van a beton. Ez működik azóta is folyamatosan, és azért is várom kíváncsian, hogy hogy fog ez működni, mert most már azért éjjelente, mint látható, azért van egy kis hűvös idő, meg van fagyva benne a víz. De mindezek ellenére ez még mindig teszi a dolgát. Aki nem tudja, hogy hogy működik ez, hogyan kap bizsarát, az, ahogy mutattam, azon a videón meg tudja tekinteni. És ezért is várom én is azt majd, hogy esetleg, amikor már huzamosabb ideig ilyen hideg idők lesznek, akkor mennyire fog ez működni, hogy fog merülni az aksi.